Sziasztok, vaperek, gőzlérek, itt vagyok, az arc nélküli vaper. Az előző videó nem tetszett mindenkinek. Van ilyen, lesz is, nem gond. Akinek viszont tetszett, köszönöm, folytatom. Megígértem a Facebook oldalamon. Van, bizony. Sajátom, velem tudtok ott beszélni, nekem tudtok szólni, akár pozitív, akár negatív. Én el vagyok velük. Megígértem, hogy kicsit mesélek magamról. Na, 2011. decemberében kaptam barátomtól egy Green Smoke típusú elektromos cigit, régi cigarettaforma. Nem volt rossz, nagyon jó ízei voltak. De az, hogy egy patron 500 forintba került, és naponta elhasználtam egyet, hú, az már sok volt nekem. Mondom, inkább akkor szívom azt a napi két doboz. De utána néztem. Na, én ilyen vagyok, én utána nézek. Nem úgy, mint sokan mások, akik meg kell kérdezni a Facebookon. Nem baj. Szóval utána néztem. December közepén kaptam ezt a Green Smoke-ot, január 4-én, hát megvettem az Ego-t. 650-es Ego akkumulátor, dupla szett, Ego tankkal, igen, Ego tankkal, hozzá löti, és akkor azt mondtam, hogy na, ez a biznisz engem érdekel, hogy mégis hova lehet tovább menni, mi van benne, mi ez, hol. És utána néztem mindennek. Hangsúlyozom, 2012. Utána néztem mindennek az interneten. Lötyi, miből áll, és nem csak az orvosi vagy elcigis fórumokon, hanem ipari fórumon, hogy a propilenglikolhoz milyen védőfelszerelés kell, aki azzal dolgozik, meg a növényi glicerinhez, és tulajdonképpen az aroma miből áll, meg hát ugye a nikotint is meg kellett nézni, mert hát van benne. Eddig leveles formába, most már folyékonyba. És én annyira jól utána néztem, hogy élvezettel szívtam. Az Ego-val sikerült letennem nekem a rendes cigarettát. De egy idő után azt éreztem, hogy ez nekem kevés. Még tovább kutakodtam, hogy hol vannak esetleg olyan boltok, ahova én bemegyek. És így meg tudom szemtől szembe kérdezni, hogy jó napot kívánok, mit lehet önöknél vásárolni. És Csepelen találtam egy boltot, ahol meg tudtam venni életem első láva csövét egy Vivinovával. Fú, hát onnan azt a minden. Attól jobb nem kell. Még ma se. Nem volt az ilyen 20 amper áramkorlátos, meg 180 wattos. Annak volt 3,2 amper áramkorlátja. Tudod, maximum 15 wattot. A fej is nem fél ohm volt. 2-4. És nagyon jó volt. Gőze, íze. Az egy dolog, hogy kicsit macerása volt, mert itt megfolyt, ott megfolyt, az aksit nem használta ki annyira jól, de jó volt. És egy a biztos, én mindennek utána néztem, mielőtt bármit kérdeztem. Na nem gond, térjünk át a következő témára. A lötyik. Manapság mindenki gondolkozik azon, hogy otthon keverje, boltba vegye. Én azt mondom, amíg nem vagy biztos a dolgodban, menjél be a boltba, és vedd meg az előre kikevertet, vagy rendeld meg webshopon, minek után ott lehet nikotinosat is. Magyarországon ugye nem lehet a shopba venni, hivatalosan, nem menjünk bele. De ha már rájöttél, hogy te tudnál otthon keverni, mindennek utána jártál, hogy innen ezt szerzem be, onnan azt szerzem be,
Ilyen arány, olyan arány, akkor belevághatsz. Csak ne kérdezz meg egyfolytában, hogy hány százalékot tegyek az aromából. Nem tudjuk megmondani. Senki. Van egy ajánlott gyártói bekeverés, legyen 3%, de Kis Béla azt mondja, hogy neki viszont 5%. A Kovács Pista meg azt mondja, neki 8. Nekem lehet, hogy 10, XYZ-nek meg teljesen más. Próbálgassuk. Hagyjuk élni. Mert inkább az elején dobjunk ki többet, mint hogy az egész tudal menjen a kedvünk. És esetleg hülyeséget csináljunk. De vannak néha olyan aromák, amik ugye marják a kazánt is. Pontosabban a palástot, a műanyag palástot. Nem jó dolog ez. Jó, járjunk utána. Szépen lassan. Viszont a löcsi témával kapcsolatban, jaj! Mindenki mostában ugye rendeli az alaplevet innen, onnan, amonnan. Mi az első dolga, ha meghozta neki a futár, hogy a postás? Kiteszi a Facebookra, mert hogy fú, vette magamnak nikotint az Eulifáról, aromákat meg vettem a V42-ből, és ott követitek el a hibát, hogy amikor lefényképezitek, és kiteszitek a Facebookra, nagyon szépen látszik, hogy nikotinos alap van, viszont a beszállító nem. De az aromákon, azokat a kis 5 milliseken nagyon jól látszik, hogy V42. A V42 nem árul nikotinosat. Ne hozzuk kellemetlen helyzetbe a V42-t. Ennyit szeretnék tőletek kérni. Meg még azt, minek teszitek ki? Senkit nem érdekel, hogy éppen mit hozott neked a postás. Nekem ma osanújságot hozott. Érdekel? Nem. Ma látod. Igazam van. Menjünk tovább. Tudjuk a csoportokban azt, hogy valaki mindig mindent jobban tud. Nem mondom magamról, hogy én jobban tudom, mint bárki. De tudom azt, hogy mit tudok, és tudom azt, hogy mit nem tudok. És látom egyfolytában, hogy szépen valaki leírja teljesen részletesen a kérdésre a választ. Olyan gyönyörű, hogy könyvet kéne róla írni. Arra, hogy megírta. De jön valaki, és azonnal megmondja, az nem úgy van. De nem indokolja meg, hogy miért. Annyi, ír, hogy ez nem úgy van. Hülyeséget beszélsz. Mindenki hülye, aki elhiszi, csak ő tudja. És így megfogja a saját információt így, és magánál tartja! Ha tényleg tudsz valamit jobban, add át azt a tudást. Én is megteszem. Lásd itt a videóban. Mert én tudom, hogy mindenki hülye. Csak én vagyok helikopter. Ne menjünk bele. Facebook oldalon Szabó Miklós Eugér leírta a véleményét róla. Nagyon bátor dolog volt, hogy ő volt a legelső, aki lemerte írni a véleményét. És ráadásul negatív vélemény volt. Én külön örültem. Na jó, persze, mindenki, jaj, de negatív, na az a kemény. Megvádolt azzal, hogy én sose tettem föl kérdéseket. De tettem. Nem egyet, sokat. De csak akkor tettem föl a kérdést, amikor már nem találtam meg rá a választ, és csak a tapasztalatokra tudtam hagyatkozni. Ez a legnagyobb baj a mostani kérdezőkkel, hogy némelyik csak tényleg föltesz egy kérdést. Mert ez a csoport a kezdőknek való, nem? Hát segítsetek! Mely hülye vagyok! Nem, én is tettem fel kérdéseket, megfogadtam a tanácsokat, magamévá tettem a tanácsokat. A másik. Azt mondta, hogy azért van rajtam a maszk,
rárobbant egy szoftank a hülyeségem miatt. Nem ezért van. Saját hülyeségemből sose történt baleset. Olyan már történt, hogy elejtettem a ego akkumulátoromat még az elején. Darabokra tört, két vezeték összeért, és maga az akkumulátor elpukkant. De láttam, hogy el fog pukkanni, és egy szép balegyenessel arrébb dobtam. Mert láttam, hogy az akkumulátor nem fogja túlélni a helyzetet. De én túl szerettem volna. És megvan mindegyik ujjam, megvan a szép kis arcocskám. Szóval nem tudom, miből gondolja, hogy ezért van rajtam ez a maszk. Mindegy. Azt is mondta, hogy túl sok a falsinfó az interneten. Igaza van. De a falsinfó a nőklapja kafén van, az Indexen, meg a Hír24-en. Ezek nem olyan oldalak, akik mellettünk vagy ellenünk állnak, hanem olyan oldalak, akiknek kell az olvasószám. És a legtöbb olvasat mindig a negatívumról van. Hogy az meghalt, ott háború, az rossz, ez rossz, ez zár be, az zár be, azt csukranák le, azt történik meg. Kész. Ezek nem... Nem mondanám azt, hogy nem hivatalos, mert valamilyen szinten hivatalos. De nem jó információ. Jó információt lehet találni az interneten, általában ezt mondják először egy kezdőnek, hogy látogasson el az ecigifórum.com-ra, ott rengeteg minden van. Érdemes olvasgatni. Igen, ott nagyon sokat kell, mert öreg már ez a fórum, és az információk halmozódnak. Ennyi. A másik nagy lehetőség YouTube. Blacky videói. A sötét nagy úr. Nagyon jó videóikat csinál. Tényleg mindegyiket merem ajánlani. A másik ember, aki ugyanígy videókat csinál, és nem azért, mert ő maga szeretné azt, hogy nézzék így az arcát, hogy haló, itt vagyok, hanem hogy nektek segítsenek, nekünk fontosabban. Szóval a harmadik ilyen lehetőség a Charlie, ugye ecigitesztek.hu. Tényleg sokat segítenek, jó tanácsokat adnak, megmutatják, mit, hogy kell használni. És aki 8 általánossal rendelkezik, írás, olvasás képes, és megvan mind a két karja, azzal nem lehet baj, fel tudja fogni belőle a lényeges információt. Ami kell éppen, hogy éppen az új Typhoon GT2 klónját, hogy üzemelje be, mire figyeljen, hogyha teker, minden ilyesmire. Milyen eszközöket szerezzen be? Jaj, ez tényleg, hát az nagyon jó volt. Meg is mutatta a Charlie a videójával, hogy ő honnan rendelte, körülbelül mennyibe került, és elmondta, hogy ezek kellhetnek. Nem kötelező mindegyik, de javarészt kell az ecigihez. Eugén, még mindig nálad vagyunk. Azzal is megvádolt, hogy én nem segítek senkinek. Az arcenküli vaper formámban, mint ahogy most látsz, így nem segíteni akarok, a véleményemet mondom el. De valós formámban, azt nem mondom el, ki vagyok, valós formámban rengeteget segítek. Nap, mint nap. Akár személyesen, akár Facebookon keresztül, a csoportba kiírva, akár privát üzenetben megbeszélem velük. Még találkozókon is szoktam segíteni. Boltokban is, amikor bemegyek, és megveszi az ember az új kazánját, és éppen benn vagyok, és rám néz nagy szemekkel, hogy ne haragudj, segítenél beüzemelni. A saját cuccamat odaadom neki, csak hogy ő ne barmolja szét az új dolgot. Ennyit arról, hogy én nem segítek. Na de nézzük a heti témákat, amit ki lehet akadni. Hehehehe.
A Facebook csoportokat böngészgetve, ugye olvasgatok, olvasgatok, és megírja gyöngyszem. Nagyon szeretem, nagyon szeretem, nagyon szeretem. Mert ha kell nekem, ami minimum 35 wattos, 35 ezeren van rá. Ja, cimbora. Meha az meha. Ami 65 wattos, az nem meha. Ezt nem tudom, hogy lehet neked elmagyarázni. Ja. Van pénzed, de hülye vagy. Ennyi. És van 35 ezer forintod. Fölmész az internetre. Megnézed a shopokat. Megnézed a Facebook oldalakat. Nehogy azt mondod, hogy nem találsz olyat, ami neked tetszik. Neked főleg ki kell írnod, hogy meha kell, ami harc, legalább 65 wattos. Ez így nem jó hozzáállás. Nézzél körbe. Nézd meg, hogy neked meha kell, vagy varivattos cucc. Sőt, neked csak varivattos, inkább valami gyengébb, mert tényleg te az önveszélyes vagy. És az a baj, ha önveszélyes vagy ecigivel, akkor közveszélyes vagy az ecigi társadalomra. Ennyit rólad. Mindenki kedvence? Keszthelyi Gábor Márk. Tudjuk, kunyerálló, küldjetek nekem ingyen, húzod már nekem 2000 forint. Jó. Felől edzett a elektromos cigaretta kezdők nevű csoportban, hogy elektronikát akar cserélni a Vau V2-be. Ez a gyerek egy életművész. Tehát, hú. Szerintem ez minden tud az életről. Amikor felbukkant, volt egy egója, egy Helix-szel. Rá egy hétre egy Vamu V3-asa talán. Rajta valami másik patronna, és azt mondja, hogy cserélte. Kérek mindenkit, tegye fel a kezét, aki egy Vamu V3-at odaadna egy egóért. Senki, jó, én is így gondoltam. Utána valahonnan szerzett magának egy Moont, egy Genesis kazánnal. De neki nincs pénze, azért adjon neki mindenki mindent. De van Moontja már. Utána kapott Facebookon valakitől egy Wemod X-el, mert az neki nagy szüksége van rá. Nincs szüksége rá. Azt se tudja, mi az. Rátett egy GT-t. És akkor Buttonfeed-et. Persze, hogy, hogy. De most már ott tartunk, hogy elektronikát cserél a Vamu V2-be. Ez a nem mindegy. Hova fejlődik? Hova nem? Ez van. Na. A másik. Őt nem akarom bántani, mert ő kezdő. Látszik rajta. Van egy ezüst akkumulátorom, rajta valami szirka, kell 10 milli lötyi bele. Van egy pár dolog, ami nekem eszembe jutott. Első, kapta valakitől, és tényleg nem tudja, hogy mi van. Második, találta, és nem tudja, hogy mi van. Harmadik, boltba vette, de hülye ahhoz, hogy bemenjen oda és megvegye a lütyit. Ennyi. Aki már tényleg kap valamit, legalább megkérdezheti, ne haragudj, hol vetted, vagy hol lehet róla valamit találni. Hogy megtanuljuk használni, hogy mi is ez, hogy hívják, vagy blablabla. Ezüst akkumulátor. Most ezüst van Provariból is, meg van 350 milliamperes egóból is. Nem mindegy a kettő. Na de mindegy. Köszönöm a figyelmeteket. Megint kicsit gondolkodjatok el azon, amiket itt elmondtam. Nagyon. Még jövök. Sziasztok.